Dr. József Bejött, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, és hát örömmel mondhatom, hogy a Nagykanizsai Kamara az elmúlt egy-másfél évben jelentősen lépett előre, mondhatjuk azt is, hogy lendületben vagyunk. Egy kis kamarából egy meghatározott kamarává vált a kamarai rendszeren belül. Úgy is tudnám összefoglalni a feladatokat talán két fő részre, egyrészt a központi kamarai akciókban való aktív részvétele, másrészt a helyi kamara saját kezdeményezéseivel. Ha az elsőről beszélünk először, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon erőteljesen részt veszünk a szakképzés gazdasághoz való irányításában, abban, hogy az EU-s pénzök 60%-a valóban a gazdaságba menjen. Indul egy új dolog, nevezetesen egy infokommunikációs tanácsadás a kis- és középvállalkozóknak, ez idejék második felétől, aminek az a lényege, hogy segítsük a kis- és középvállalkozókat a nem is virtuális, hanem inkább a számítógépes rendszerbe való bekapcsolódásban. Ma azt tapasztaljuk, hogy jó páran egy neten meghirdetett pályázaton nem tudnak részt venni, nem tudják, hogy kell ezt venni, nem tudják, hogy kell egy ilyen versenytárgyaláson lebonyolítani. Nos, ezen is szeretne a kamara segíteni. Az egyfajta képzés lenne? Igen, ez egyfajta képzés és segítés, nem csak egy összevont képzés, hanem a helyszínen is kimennek, elmondják, hogy mit, hogyan kell, bemutatják, mert a Nagykanizsai Kamara is tapasztalja, hogy sok e-mailt kiküldünk, nem igazán használják még a kis- és középvállalkozók nagy része ezt a saját céljai elérésére. Nem nagyon fedezték fel azt, hogy ebben van lehetőség, illetve ahol használják, ott elsősorban a vállalkozók gyerekei vagy unokáik azok, akik ebben élen járnak.